A zenekar igazából egy gimnáziumi barátságon alapszik. Tehát Matyival, a dobosunkkal mi egy darabig egy osztályba jártunk, amíg nem tanultam már annyira gyengén, hogy kénytelen voltam évet ismételni 9-ben. És aztán, ahogy vége lett a sulinak, legalábbis számára vége lett, én még az utolsó évemet jártam, akkor valahogy szóba került, hogy már pedig ezt nekünk folytatnunk kéne. Csak egyszerűen nem ismertünk olyan embereket, akik az adott műfajban mozogtak volna. Mindenképpen ezt az amerikai gyökerű, főleg inkább a nyugati parthoz köthető ilyen kaliforniai jellegű punkzenét akartuk csinálni. Nem volt más lehetőség, mint hogy újsághirdetést adjunk fel. Ami a legelső jelentkezőnk volt a befutó, Dóri, a mai napig ő basszusgitározik nálunk, és idén évvégén lesz 10 éves a zenekar. Ez az épületkomplexum, ahol vagyunk, ez tulajdonképpen a... Nem tudom, ezt eláruljam el, de elárulom. Tehát ez a Dürer kertnek az épülete, csak mi fent vagyunk a harmadik emeleten. Tele van próbatermekkel, meg stúdiókkal az egész rész. Ez így a mi termünk. Ez egy régi pólónknak, meg matricánknak volt a mintája, ez a Lego figura. És akkor innentől kezdve ez a kis szelete a keleti blokknak, mert hogy így hívják ezt a helyet, ez a kis szelete, ez kizárólag a miénk. Megmutatom először a stúdió részleget, mert ez érdekes, ez a pici kis feljátszóhelység. Ez egy viszonylag süket szoba. Tehát, hogy ezt szépen leszigeteli az ember, akkor itt nagyjából semmi nem hallatszik be. Leginkább énekfelvételekre szoktuk használni. Ilyenkor bezárkózom ide, és semmi más nem hallatszik be, vagy esetleg még gitárt szoktunk ide, gitárládákat szoktunk ide rakni be mikrofonozva. Matyi ugye a hangmérnökünk, és akkor ő egy kis üvegablakocskán keresztül nézi azt, hogy én mit csinálok itt benn, pont úgy, mint a szinkron stúdióban, csak egyen kisebben, meg úgy, ez csak a miénk. Itt van mindenféle kütyű, amihez én már nem értek, ő viszont nagyon. Szoktuk azt csinálni, hogy minden karácsonyra megajándékozzuk valamivel a próbatermet. És Matyi hozta ezt, Dóri hozta a cicás naptárat. A darts az egy közös tulajdon, amit nagyon régóta akartunk, és Matyival nagy darts partikat rendezünk. David Hasselhoff, hát... Itt a Bravo Otto 2009-es évalbuma szobrunk, ami borzasztó nehéz. Az évalbum a 2009. Meg hát a napocska, kicsit úgy gondolkodtunk, mint amikor a kisvakonnak, a sünének, meg a nyuszinak berendeznek egy szobát, ami amit hazerdő lenne. Zöld a szőnyeg, vagy hát főleg ez, mint a fű. Kék mindenhol a fal, és akkor van egy napocska a sarokban, tehát gyerekszobának is hívták. De mindent mi csináltunk igazából, tényleg, tehát a lámpákat is mi cseréltük le, a mennyezetre mi csináltuk ezt a felhő jellegű dolgot, hogy rengeteg munkánk van ebbe. 9-be kerültünk, akkor kezdtem angolul tanulni. És hát ugye tetszett ez a szó, hogy grandma, és valahogy nem tudom, volt egy csomó ötlet, kémia órán unatkoztunk, Csongi mellett ültem, és úgy ötleteltünk, hogy mi legyen neve, és kémia órán született meg tulajdonképpen ez a név. Csak elhatározzuk, hogy csinálunk egy lemezt, vagy kis lemezt, felszámot felveszünk, akkor úgy Csongi mindig elküldi egy ilyen dokumentumba a szövegeket, azt átküldi nekünk, és akkor nekünk meg iszonyatosan tetszik, mert ő neki az mondjuk egy fél év termése, vagy egy év termése, amíg így írogatja ezeket a félsorokat, de úgy egybeolvasni az fantasztikus, hogy így tényleg úgy iszonyú sorok, meg rimpárok, meg szavak vannak egymás mellett. Igen, természetesen Matyival vétójogunk van minden szöveg felett. Igazából szerintem sosem volt még olyan, hogy valamit megvétóztunk volna. Én egyszer próbáltam, de mondták, hogy az úgy marad. Úgyhogy ezért olyan nagy vita nincsen szövegek körül, de igazából meg dalok körül sincsen. Nekem határozottan. Tudod, mit fogok most mesélni? Még nem. Egyszer kapcsolgattam éjszaka a tévét. Nem tudom. És igazából elkaptam a Csongit egy olyan pornóba, egy olyan homopornóba. Nem volt pornó, tehát ne túl az, amivel elkaptál, az a Fiúk a klubból című ilyen... Izé, tehát a pornó az elég erős. Ott kapcsoltam oda. Tényleg ne túlozunk, ott kapcsoltam oda, ahol a Csongi... Erotikus film. Ez egy olyan sorozat kb. Mint bármi más. Tehát azért a pornót azt kikérem. Egy olyan film, mint bármi más, amiben éppen meleg fiúk csókolóztak, úgyhogy akkor kapcsoltam oda, amikor a Csongit így hanyatt az ágyra lökték. És az elődálmos volt a... Igen. Vagy a Boti? Álmos. Álmos.
akivel én meg egy általános iskolába jártam, tehát az ő hangját is így ismerem, és akkor azt hallom, ahogy a Csongi és az Álmos egymáson nyögdécsel, meg csókolózik. Tehát, hogy nekem határozottan ez a kedvenc Csongi szerepem ever. És amikor a 24-ben volt, nagyon rá voltunk kattanva a 24 című sorozatra. Igen. És ezt így mindig együtt néztük, meg az ilyen program volt, tehát akkor így összegyűltünk, kaja, beültünk, és akkor senki levegőt nem vehetett, amíg ment a 24. És akkor Csongi elkezdett szinkronizálni ez a hetedik évad. Ötödik. És mi még csak a negyediknél tartottunk, de a Csonginak meg, ugye mivel benne volt az ötödikben, ezért ő tudott olyan dolgokat, amiket mi nem. És ez egy nagyon szent dolog volt ez a 24, tehát nem lehetett egymás nélkül ezt így előre nézni. Úgyhogy a Csongi ügyesen tartotta a száját, és ez elég menő volt, hogy elkezdtük nézni, és ő beszélt Jack Bauerrel. Nekem annak idején Csongi adott egy Offspring kazettát. Ez volt az első, igen. És akkor úgy mondta, hogy ez jó, ezt hallgassam, és akkor hallgattam. Hetedikig Backstreet Boys-os voltam, és akkor ott egyszer hallottam valami bulin a Pennywise-nek a Full Circle című albumát, és akkor onnantól nekem az volt a zene, és akkor utána jöttek tehát nekem is az Offspring, meg Green Day, meg Blink, meg amik tényleg ez a 90-es évek. Ez szörnyű ezt mondani, tehát ugye a 90-es évek ilyen közepe vége, de hogy akkor így ez volt a zene. Ez a koncertszervezés, ez nagyon ilyen kapcsolatokon múlik, aki nekünk csinálja, Őri Feri, ő a Tankcsapdának szervez amúgy, tehát nagyon megvannak ezek az ilyen bejáratott kapcsolatai, akiket felhív és könnyedén lebeszéli azt, ami régen nekünk ilyen, nem tudom miért én mondom ezt, mert soha életemben nem szerveztem egy koncertünket se, de hogy a Matyinak és Csonginak ez nagyon sok idejét vette el régen, és tök jó, hogy ezt valaki megcsinálja helyettünk. Meg nem vagyunk rátermettek, mi zenélgetéshez értünk. Mi nagyon szeretünk zenélni. Igen. Az elején még csak a zenekaros grafikákban éltem ki magam. Másodikos, harmadikos gimnazista lehettem, amikor egy ismerősöm, aki egy hazai ruházati márkának az alapítója volt, ott hagyta a cégét, és szüksége volt egy-két grafikára. És amikor láttam megjelenni, vagy azt, hogy boltban lehet kapni, akkor így úgy éreztem, hogy ennyi a világ. Tehát, hogy nekem ezt kell csinálnom. Ez a saját kis ruhamárkámnak a logója például. Szeretem az ilyen megkoptatott és ilyen grungy dolgokat. Bocsánat, ez egy nagyon jó példa textúrázottságra. Itt nagyon sok mindent raktam össze, ezzel a tollal készült ezen a felületen. Tehát, hogy igazából nem használtam benne egyetlen semmilyen olyan eszközt, ami igazi, de mégis el tudsz érni vele ilyen effekteket.